Hello, üdv mindenkinek, egy pillanat, és vagyok, és nyomatjuk a Borderlands-et, remélem elindult a stream. Ja, elindult, faszányos. Úgyhogy a World of Tanks után egy kicsit Borderlands-ezünk, ugye ígértem, hogy mostában két stream lesz, így gyorsan intro nélkül, minden nélkül kezdem el, mert az is csak viszi úgymond az időt. Úgyhogy, csak még gyorsan meg kell néznem valamit. Úgyhogy, folytatjuk a Borderlands-et, mert már jó pár napja nem játszottunk. Remélem probléma nélkül. Ja, még azt be kell állítanom. Ó, baszki, ezt mindig elfelejtem. Nem baj, amíg összegyűlünk, addig legalább beállítom, amit hát elvileg, ami segített a dolgokon. Bár egyébként néztem streamen kívül a Borderlands-et nálam, hát úgy is volt vele gond. Jött hozzá egy update, nem tudom mit tartalmazott, úgyhogy nem tudom, hogy jobb lesz-e, de szerintem egyébként nem. Legalábbis ahogy én észrevettem. Mindegy, ezt beállítom, mert azt mondtátok, jót tett a dolognak. Úgyhogy... Folytatjuk a mókát. Remélem mindenki itt van, aki szeretne, majd jelezzetek vissza, hogy megy a stream már, aki itt van esetlegesen. Azt megvárom, hogy minden fasz-e, mert elvileg minden fasz-e, csak hát ugye a mai világban semmit se lehet tudni. Pláne úgy, hogy nulla nézőt ír, bár az simán lehet, mert Borderlands sokakat nem érdekel, de hát ez egy ilyen dolog. Ja, és írja fölül a sarokba az FPS-t is. Ami nem tudom, hogy lett 80, mikor le van korlátozva, de... Minden ember azt ilyen kell, pacsi, köszi, köszi, oké. Okay. Lehet, hogy egyébként az update miatt elállítottak dolgok, úgyhogy lehet, hogy jobb, ha ránézek. Kiirattam direkt az FPS-t, hogy lássátok ti is, hogy néha mekkora droppol. Egyébként meg abszolút nem zavarolt a sarokba, úgyhogy itt láthatjátok fönt. A jobb felső sarokban. Pedig úgy van a beállítás, ahogy kell, úgyhogy nem tudom, hogy mondjuk a menübe itt hogy engedi akkor a 100 FPS-t, de csapatjuk. Helyes, Kempacsi, hello, helyes. Hát az még nagyon, nagyon kezdetleges, a kettő jobban fog tetszeni, azt már most leszögezem. Tehát az a Borderlands 1 ez még eléggé kiforratlan volt a 2 meg a 3-hoz képest, de viszont korszakalkotó volt akkoriba. Úgyhogy, de egyébként az első rész is nagyon jó, de hidd el, hogy a kettő, egy és a kettő között már látványos a különbség egyébként. De mondom, tartalmilag is, tehát ott is van valószínűleg 4 DLC, elég nagy DLC. Ugye magát a játékot ugye 70-es, 80-as szintig el lehet tolni, tehát ez azt jelenti, hogy többször újra lehet játszani a sztorit, nehezebb módba gyakorlatilag. A kettőben meg egyszerűen zseniálisan sok a content. Na, egyébként annyi változás történt, srácok, hogy nézegettem én a skilleket egy kicsit, hogy mi a francot csinálunk gyakorlatilag. mármint, hogy nagyjából, hogy melyik, hogy... Tehát próbáltam egy buildet, hogy próbálgatok. Összehangoltam valahogy építgetni, és egy kicsit variáltam a skilleken, maradtunk ezen az ágon, mert ha már ezt kezdtem, akkor ezt próbálom. Annyi változás történt, hogy egy kicsit a fegyverzet, tehát beállítottam másra, mint látjátok, nem hagytam meg a gránátvetős fegyverzet, hanem mind a kettőn, egyébként nem tudom, nekem még mindig valami hangos a játék. Lehet, hogy ez csak engem zavar. Mert ti azt mondtátok, hogy jó ez. Na mindjárt, picit lejjebb vettem. Szóval mutatom. Szóval mind a kettő ez a... Tudjátok, amikor kijelöli az enemiket is úgy lő, az egyik oldalon az maradt, a másikon pedig beállítottam egy ilyen területsebzős skillt gyakorlatilag, ami ez, azt hiszem.
Azt hiszem. Igen. Tehát egy kevesebb damage-et oszt ki elvileg a cucc. Viszont elvileg egy nagyobb területen, illetve állítottam azon is, hogy az hol is van, hogy legyen splash rádiusz. Tehát ez az ág, gyakorlatilag ez a Granite Launcher-es ág, ez sokkal jobb, hogyha splash damage-re van belőve gyakorlatilag, mert ezek a gránátokkal közvetlen találatot kéne elérni ahhoz, hogy sebezzem, ha csak nem ezeket használod, ugye. Úgyhogy ilyen területi sebzése sem. Meglátom, hogy működik ez a build, nem tudom, hogy őszinte legyek. Úgyhogy ennyi változás gyakorlatilag történt, tehát ha beválik, akkor jó, ha nem, akkor nem. De mondom, nem tudom. Próbáltam állítgatni, meg hát nem tudom, fegyverbe, hogy lett a változás, de valamennyi azt hiszem lett, mert lett egy-két kód Golden Key, ami eddig elérhető volt. Hagytam is egyébként egy-két, tehát van 4 darab Golden Key-en, majd nyitunk később, de most jelenleg jók a cuccok. Ugye volt egy-két elérhető Golden Key, úgyhogy de igazából semmi extra nem nyílt. Hogy őszintén talán egy picit jobb pajzs, meg ilyenek. Fegyver nem nyílt semmi normális, ezt igazából vettem. Vettem, mert jónak tűnt Fire Rate-be, és kurva jó, meg Radiation Damage-ot ad. Tehát van a burst-je, így meg semmi is. Ez aztán még durvább. Akkor marad a burst. Egész jól lehet szerintem spamelni. Nem tudom, nekem még mindig hangos a játék. Nektek nem hangos a játék amúgy? Már nekem gyanúsan hangos a játék. Nem szoktam én ilyen hangosan játszani. Picit visszaveszem csak egy hangyafasznit. Így. Így már kevésbé zavaró. Mondjátok, a nagyon halk a cusz, de szerintem lövés az így is elég hangos meg ilyenek, úgyhogy szerintem nem lesz ezzel probléma. Na, úgyhogy nagyjából ennyi változás történt, egy picit finom hangoltam a dolgokat, de semmi extra, és akkor maradt ugye main missionünk elvileg, úgyhogy ezt fogjuk most tolni tovább. Úgyhogy egyébként a vicc az, hogy... borzalmasan... nem értem, miért van 200 FPS-em amúgy. Tehát... ezt nekem valaki magyarázza már meg, hogy miért van 200 FPS-em. Köszönöm. Mármint, hogy így, azért 200 FPS az jó lenne, csak teljesen felesleges, meg a gépet szar rájzéli. Így azért már sokkal jobb lesz a dolog. Szóval streamen kívül nem annyira vészes, de ott is akad a cucc, úgyhogy... ide megyünk... gondolom innen. Aha, jó. Na. Ha bárki esetleg küld lúcot, szólok, hogy ki van kapcsolva, de az se fogyasztja az energiáját a dolgoknak, úgyhogy bárki küld, köszi. Slag me! You're really opening up the vault? Good luck! Hello. Whatever you find in there, try not to lead it back to the city. Jó, olyan pisztoly meg gépfegyver alakú ízik. Teljesen más fegyverek szoktak lenni. És az van, hogy azt hiszem, hogy ízik például egy ilyen gépfegyver, az közben mondjuk rakéta vetem, hogy ez is mi. Tehát, hogy így fura. Na, ja, haladjunk. Egyébként, mint látjátok, most fixen úgy nagyjából megvan a 60 FPS, úgyhogy ez nem a videókártya miatt droppol a cucc, de olyan, mint a V-Sync se lenne bekapcsolva már, nem azért a két fillérért. Szerintem a frissítés megzavarta a beállítást. Pedig azt írja, hogy on.
De vicces, hogy nem is engedi kikapcsolni. Amúgy. Tehát miért nem engedné kikapcsolni? Pedig szerintem a vészing nincs bekapcsolva. Legalábbis nekem tökre olyan az érzete, hogy szétesik középen a kép. Tudom, hogy mindig szarakodok ilyen dolgokkal, de... Tehát most a titeket nem is zavar, engem zavar. Szóval... Na mindegy. De lehet, hogy most jobban fog futni a dolog, amúgy. Bár eddig nem úgy tűnik. Tehát most azért látjátok, beesik 40 alá. Szóval a processzor gyakorlatilag nem tudja kihajtani a videókártyát. Itt erről van szó. Ilyenkor. Na látjátok, 30 alá esik. Erről beszélek, amit ti nem érzékeltek elvileg. És Iron Bear is jobban bírja, mert van neki shield elvileg. Vagy ez már nem ez a build? Nem tudom, most valami buildet néztem, amilyen shieldet ad neki. De ezek szerint nem ez volt. Szóval itt látjátok, hogy mennyire droppol az FPS, és ez az, amit elvileg ti annyira nem láttok. Bár szerintem ezek egyébként látszódnak. Szóval ez mind azért van, mert a proci le van terhelve. És nem tudja a videókártyát ellátni sajnos. Zero-ta mindig eltűnsz. Hát ez megérte. Itt van egy izé. Egy verda, amit ki lehetne hozni. Hát van, az biztos. Köszi Zero, köszi. Ekkora dropok azért nálam nem voltak streamen kívül. Hát ilyenkor van. De most nagyon jól látjátok, hogy miről is beszélek, mikor így droppolgat. Hál' Istennek ez annyira, azt mondjátok meg, hogy visszanézve nem látszik annyira a streamen, ennek örülök legalább. Hello, Maya. Hey, a badass. You ready to crack open that vault? 10-4. Let's do this thing. Yo, Ellie, we'd like to make it to the vault in one piece. What you got for me? Girl, I've been waiting for you to say something like that. Get ready for Project Double A! Hell yeah. Oh, Ellie. Never change. Maya vezet. You're driving. Keep my hands free. Maradjon szemben a kezed. Vajon miért? Let's see what Ellie's got. Classic. Bizene. What's the hurry? Going somewhere important? Tiltsad le ezt is YouTube, mert köcsög vagy. Előzőben is letiltottad a zenét. Don't worry about her, we got this. Just like on Athenus, right? Milyen autós résztek. Come, light 'em up.
Mi zene? Tökjön. Aztán erre kell menni. Ja, meg kell őket ölni. Micsoda zene megy. Fasza. Mondjuk fura ilyesmi zenét hallgatni a Borderlands-be, de... De amúgy menő. Majd ahogy ül ott hátul, most nézem. Hú, ez a zene volt az egyik trailerben. De milyen badass, most nézem, hogy Maja ott ül, hát, vagy így kapaszkodik oldal. Piu! Badass zene. Kell állni. Csak egyenesen lehet ráállni. Jó, hogy csak a izébe szólt a zene, a Verdába. Ez ott csak menő. Ez is jó, nagyon ez a shoti egyébként. Oh.
tudom ez a másik izé, ez mit sebez, de nem sokat. Azért nem olyan rossz. Szerintem. Tehát ugyanúgy hasonlóan sebez, mint a másik skill. Nem tudom, szerintem így effektívebb egyébként. Iron Bear. Azért durván akad ilyenkor. Hát nem a legeffektívebb ez a fegyver, de... Sőt... Ez a valahogy gyengének tűnik. De szétrobbant! Látom, Majának izé fegyvere van. Tüzes. Meg mennyi izé robbanás, hogy minden szar van. Itt aztán van dara, rendesen. Megnézzük majd. Maradjunk annyiba, hogy ilyen durva csaták nem voltak még a izéből se, kettőbe se. Mármint voltak, ugye sokan jöttek meg ilyesmi, de ennyire durva szerintem nem volt. Lehet, hogy azért tűnik, mert hogy ennyire akad. De... Szerintem nem volt ennyire durva. Pedig ez még a... mondjuk ez normál fokozat, nem az easy. Ebbe is baszott volna ízén nyomom. De talán nem lőttek ennyien meg ízen, nem tudom, nem volt ennyire zsúfolt a dolog. De mondom, szerintem lehet, hogy csak a szaggatás miatt tűnik annak. Nem tudok annyira folyamatosan lövöldözni. Akartam beleülni most már, de... Muszáj, mert mindig sokan vannak. Hell yeah! I'm gonna...
Lesz valami boss fight a végén, azt tuti. At the intersection of industry and transportation and luxury. Azon izélok, hogy ehelyett valami mást kéne betenni, mert ez nem annyira... mégsem annyira valid, mint gondoltam. De hát csak az fog maradni. Mert a többi az... az hasonló lőszereket használ, úgyhogy... Apollyon Station. Try our new private transit pods. Fired up your commute in peace. Apollyon Station. Nagy tér. Ez boss fight. Vagy valami hasonló. Tízessel jobban járok. Most jelenleg. Pont lát. Jó, benne. Miért nem akarod fölvenni? Köszönöm. Jó, benne. Még egy van. De remek. Ez rip lesz. A bosstól, elég rendesen, aha. És elütött a vonat. Elütött a vonat, Gert. És elütött a vonat. Nice. Megint itt is hallok egy hey over here. Csak beleszövegel a... a kazi. De valahol itt hallok egy kleptrapet, ami mondja, hogy hey over here, csak nem hallom a kazi miatt. Itt a piáta. Jó helyen.
Akkor ennek van ilyen hangja, ez a claptrap hangja. Aha, értem. Ezt sem tudtam eddig. Akkor ez, hogyha hallasz ilyen claptrap, ez egy over here, meg izé, akkor az pinyáta. Oké. Okay. Jó tudni. Hé, hey, ez izé. Ez a voltos Guardian, aha. Az az első részben, nem akarok spoilerezni, de ott lehet találkozni velük, meg a másikből is egy picit, de az elsőben főleg. Ők, akik védik a voltot, meg a kulcsokat általában. Mondjuk, aki a hármat nézi, az általában nem izé. Nem feltétlenül spoilerezünk, de például a Kenpachinak nem akarok feltétlenül spoilerezni a sztoriba, úgyhogy... Nem zavar? Jó. Azért nem feltétlen spoiler, de a lényeg, hogy első részben ugye ők őrzik a... igazából elég ennyit tudni. Az első részben gyakorlatilag ugye kiderül, hogy a voltot, illetve a volt kit is ők őrzik a Guardianek. Guardianek. Ilyen... mégis éljenek. Hát földön kívüliek mondjuk úgy. Ez a shoti, ez nagyon basszó amúgy. Ez a radiation-ös kombó, meg hogy gyorsan tudja lőni a shotival, kurva jó. Meg így, hogy nem kell charge-olni, hanem hamar felcharge-olódik, és így nagyon gyorsan tudsz vele lőni. Elég OP. Maja nagyon kapja. Mentem én is szolidaritást nyögni neki. Vagy vele, inkább. Na, tovább. Köszönöm, mellé lőttem. De imádtam Majával játszani a kettőbe. Nagyon megszerettem azt a karaktert. Ezt egy gömbbe lehetett őket zárni, meg hogy healelni a csapatot. Az a healer karakter az nagyon, nagyon szimpi volt. De a külön egyedülálló, mint DPS Maja is kurva jó volt. Azt, hogy külön csináltam streamen kívül. Azt a summonert kell megölni, mert az idézi elő a többieket. Tudom, effektív lett így ez a daráló amúgy. Mert így jobban találnak a lövéseim amúgy. Szerintem legalábbis.
az mi az? Lilith, we're in. Ezek lőhetőek? Aha, ebből a stealth-szer megjönnek, mert látom előre, hogy boss fight. Nála ezeket kell majd lőni, tuti. Hogy legyen lőszered, meg élet, meg ilyesmi. Most csúszok, oda nézzetek. Boss fight. De legalább segítesz, mi? Maja. Imagine all the people who lived out their lives on the surface above, never knowing they were standing. Get ready. The creature the Iridian sealed inside the vault has been sleeping. Szóval ez a volt, tehát a voltnak a helye, nem? Igen, volt, fine volt, ide kell a keyt berakni, nem? Put the key in that pedestal. Tehát voltot nyitunk meg, ha? Jó, oké. Let's see what you got. Here we go. Megint egy warrior-szerű cucc fog kijönni. Nem. Ez egy kisebb, de... The Rampager. Ez egy kisebb, de... Annál rusnyább jószág. Látom, majd a repül. És ahogy elnézem, ez radiation-ös. Ura gyors. Aha, most lehet jobban lőni. Jó erős. Aha, rezisztál azért a radiation-ra. Vagy gránát elől elfut. Várjál, most immunizál a robbanó. What? Ja, azokat a szarokat lőjük. Jó hangzik, hogy transformálódik, de majd ne állj már olyan közel, baszki. Aha, izé lett most. Korrozívos lett, ha jól látom. Aha, viszont most kapja a radiation. Csak kifogyott a lőszer. Jaj, ide kaptam. Jaj, ez most engem akar. Ja, meg ez korrozívos ez a fegyverem, jó? Rájöttem a taktika, hogy meg kell de kaptam. Úgy kell használni, hogy egyszer az egyik fegyverrel lövök, aztán a másikon, mert így mindig folyamatosan gyakorlatilag lehet vele lőni. Tehát még a másik tölt, addig lehet lőni a másik fegyverrel. Nagyon jól lehet így ezzel kombinálni. Az a baj, ez a shoti a best, de nincs elég lőszerem hozzá. It
gondolom az utolsó vonalnál megint át fog formálódni. Ja. Gondolom jeges lesz. Disco, disco, jó, jó. Nem, tízes lett. Nem mondom, hogy... Ugrál össze-vissza, baszki. Milyen jó hangja van. De majd nem nagyon érzem, mint a sebezném, tehát egy eléggé keveset sebezem. Ilyen hangja van, Getz. Lökte maját, az volt a bajom. Olyan a hangja, mint egy vonat. Bip. Ola, ola gold loot. Ott a gold loot, hello? 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 Az biztos. Was a masterpiece of badassery. Az biztos. Seriously. Good job. Tetszett mi? Maja. Hell yeah! That was awesome! Itt a kis csaj. De mit keres itt? I told you to wait on the ship. It isn't safe here. Aj, de miért izért kaptunk? Miért rakét a vetőt? Az azért úgy utána, mert olyan hasztalan. You're not a vault hunter yet. There's a lot more to it than running headfirst into danger. Right, yeah, totally. Vault Hunter, you should go inside. Take your time. I need to have a chat with my apprentice. To the badass goes the loot. This place must be like 100 years old. Maybe even 200. Just again, Pachi. We need to talk. This isn't a joke. Yeah, I know for sure. Don't touch anything. Mondjuk ez baszó. Gránátvető vagy rifle. Szóval miért ilyen izét kaptunk RPG-t? Mondjuk izés. Radiation-ös. Az mondjuk lehet, hogy nem annyira rossz. Ennyi? Hát hivatalosan ez az első gold cuccunk, ami így bossból vagy bármiből jött. Vault
teleportation device based on Lilith's powers. It seems Echo érdekes, hogy szokott Lilith beszélni hozzánk meg a... Meg ugye Angel az első kettőbe. Durva. Itt is lesz még valami boss szerintem. Eridium Restoration. Hát azért ennyire nem epikus dolgok ezek itt. Nem tudom, nekem gyanús, hogy ez itt még valami lesz. Ja, hogy ez egy valami volt? Eridiumokat szét lehet így ütni? Hülye is ad eridiumod. Ó, hogy most már millivel szét lehet ütni őket. Á, akkor ezért volt mindenhol ilyen szar, mert szét lehet őket ütni. Aha. És nem, hogy eridium jön belőle, hanem dobozok is. Hú, azt mondjuk elég menő ez a cucc így. Tehát azért volt mindenhol ilyen eridium kristályok, gyakorlatilag a szét lehet őket majd ütni. Ezzel a kesztyűvel, vagy mi a szar ez? Ezért mondták a lootot, hogy sok van. Az mi az? Hello. Nem vagyok azért elájulva tőle, viszont... Az a baj, hogy ez is gyengébb. Látjátok, szét lehet ütni, és jön belőle az eridium. Kurva, mondjuk érdekes, hogy... Kidob hármat, vagy kettőt, és egyet ír csak, úgyhogy. Kicsit furcsa, de... Ez menci. Látjátok, itt is dobott négyet, és egyet ír csak. Hát, szerintem ennyi. Eden 6. A kövi location. Jó. Baszon néz ki amúgy az állj. Jó. Smashy, smashy. Smashy, smashy. I'm trying to keep you safe. By just ditching me on the ship? You said I could be a Vault Hunter like you. You promised. You will. When you're ready. What's up, bitches? Ow, Troy, look what they left for us. Thanks for doing all the hard work. Man, you Vault Thieves only think with your trigger fingers, huh? Keep this up and I'll be a god for real. We'll be gods. That's what I said. Now, let me do my thing. Yep, touch him. No! What are you doing? Taking what's ours. See, the monsters don't protect the power of the vaults. And now it's all mine. Hey, bazd meg azért ez. Ha beszipkázza mindenkinek az elejét, ez a Tyris. A végére ez elég baszó lesz. És akár van olyan... megosztja a testvérével. Mert nélküle gyenge. De szerintem majájét is el akarják szipkázni. Osztozik a testvérével az energián.
I'm your problem. I'm gonna be a siren, and then I'm gonna mop the floor with assholes like you. You're gonna... Is that how you think this works? Honey, you're not even gonna leave this place. Put her down. That's what I thought. Oh, Batman. Maya! Ava, don't! Be ready. Szerintem... Szerintem osztoznak az erején, az erejükön. I thought you could only take from me. I guess it's any siren. Come on, we got what we came for. Yeah. De ilyenkor mi mit csinálunk amúgy? Nézzük, így állunk és egy... Tehát, hogy mi ott vagyunk, erre mi miért nem csinálunk valamit? Hát majd a rip. De hogy mi meg miért nem tettünk bár valamit, mindegy. She's dead. Maya's dead. Come on, let's get the hell out of here. Hát igen, sajnos halni kell karaktereknek, mert egyre többen leszünk, ugye. Szomorú. Hol lett a kis csaj? Annyi. Vault Hunter, we're on the bridge. Fullon van. Mondjuk igazából ezt is csak ki akarom próbálni, nem biztos, hogy meg fogom tartani a... A rakétavetőre gondoltam, hogy azt nem biztosan megtartom. Ezek is ilyen baszó shotik, de egyik is olyan baszó, mint ami van.
Tehát nézzétek meg, ennek alapból nagy sebzése van, nem pedig ilyen 12x5, tehát nem... Tehát egybe sebez nagyot. Úgy már jó drága, 24, igen, itt is meg vagyunk maxon. Lehet, hogy backpackre nyomunk egyet. Ez kb. Ennyi. Talán egy gránátra. Na mindegy, nézzük, hogyan alakulnak a dolgok. Hát szomorú, szomorú dolog ez. Mármint így a karakter elvesztése. És itt van mindenki. Mondjuk érdekes, hogy nincsenek itt a többiek. Még de gondolom, hogy később itt lesznek. Tehát ugye a második részből csak Zero van itt, ugye, meg Maya volt. Az első részből viszont csak Izé van itt. Lilith, ugye, többiek nincsenek itt. All we can do is fight to honor her memory the best we can. People die in wars. By the droves, I mean, open your eyes, people. Don't ask me to speak at your funeral, Lilith. No kidding, Tanis. Kihad meg, Csobi. I never kid. Itt lettél volna, tudnád. I know what I am. A brilliantly ruthless scientist. And you know what you are. Because everyone on this ship is waiting for you to say something, and they won't be able to get back to the very important things they need to do to keep this hunk of. De nem gáz a spoilerek akkor. Until you do. Akkor elmondom. Maya wasn't just a Crimson Raider or a Vault Hunter. She was family. But we can't. De ha olvasod, mi van odaírva, akkor rájössz. We're going to open the vaults. That's how we make her death mean anything. Everyone, back to your stations. Open the vaults? That's all you have to say. Maya's dead because you wanted to open the vaults. We should be most hunting down mondták. The Calypsos and making them pay for what they did. It's not that easy. Maya always told me a Vault Hunter runs toward the fire. All her stories were about you. You saved Pandora. You killed Handsome Jack. You're supposed to be the Firehawk. I don't know what I am. Figure it out, Lilith, before you get someone else killed. Hát ennek a csajnak valószínűleg, és még Tiny Tinával nem is találkoztunk. Úgy érzem, hogy kenekély barátosné. Hello, Moxie, hello. Mit tetszik nézni? Hello. Szomorúnak tetszik lenni? Nagyon fontos lehet az ott, az a kettes meg az egyes. Ja, beszélni kell a kis csajjal. Beszéljünk, mert az plusz. Oh, hey Vault Hunter. Not much to say, you know, it's a war. People die. Yeah, they do that. But you're still here. And the war's not over. Thanks. You didn't have to come talk to me, but I'm glad you did. Here, this is... It was hers. She'd probably want you to have it. I'm sure they're getting ready for the jump to Eden 6. You should be up there. I think I need to be alone for a while. Hát lehet, hogy egyébként nem halt meg, tehát simán benne van a pakliba, mert utalnak rá, hogy igazából nem biztos, hogy meghalt. Szerintem egyébként igen, de nem tudom. Majd kiderül. Vault Hunter, good, you're here. We need to set a course to Eden 6. No time to waste. Lilith, incoming transmission! What now? Hey, Eden Joe! Looks like we interrupted your zap times. Here, maybe this will cheer you up. Right?
Nem igazán értem, hogy hogy oszlik meg köztük az erőt, tehát hogy így egymásnak adogatják az erőt. Próbálok rájönni arra, hogy igazából hogyan működik ez köztük, mert valahogy néha a testvére, a fiú az olyan gyengének tűnik, de van, amikor meg szerintem olyan, mintha tudnák egymás között az erőket átadni egymásnak. Tehát az egyik gyenge, akkor a másik nagyon erős. Ha a másik gyenge, akkor szerintem valahogy ez így működik. Na, lett izé. Ja, ez csak weapon izé. Ó, meg lett egy izé, plusz helyünk. Hello, kaptunk egy fegyvert. Ez gondolom Majának a fegyvere. Igen, szerintem ez Majának a fegyvere. Azt kaptuk meg. És ez nem fityegő, ez mi akkor? Ja, most már az. Majának a könyve. Helyes, Csabi, helyes. Toljad neki. Ez Majának az SMG-je. És ott a kis könyvecske rajta. Érdekes egyébként, ha belegondoltok. Most azon gondolkozok, hogy így rewardban nagyon nem is kaptunk izé legendari cuccot. Meg a kettőbe se. Mármint így story misszióból gyakorlatilag. Na, a Jacobsig haz megyünk. Ugye a fegyvergyártó Jacob. COV are already on Eden 6. Vault Hunter, meet up with Wainwright Jacobs and find out what's going on down there. Menjünk az Eden 6-ra. Aztán ez lesz az a mocsaras pálya. Sose tudom, hol van ez a drop. Milyen robot itt? Atlaszos? Ja, vannak atlaszosok is itt. Még lejjebb kell menni? Ja, persze Ellie-nél van. Ah, mindig elfelejtem. Kutyám majom. Sok a kutyám majom. Kettőben? Én mindegyikkel játszottam. De amit streambe kérdezett, hogy melyikkel voltam, az Maja volt. De én mindegyikkel játszottam. Még az egybe is játszottam mindegyikkel. De a kettőben, amit láttál itt végigjátszás Mikey-éka, meg ez az Maja volt. A healer, a szirén ugye. Fájj a nyakam. Mit tudom, hogy a szállat?
Hát az egyet én is hazatoltam először végig. Brickkel. A kettőt is először Salvadorral toltam végig. Legyen mellékküldme. Most azt választotta ki? Azt. Jó. Jó, most vissza kell ide jönni. Listen, you've got to help us put a stop to that monster. Calls himself Inquisitor Bloodflap. That son of a bitch bastard killed my best friend Coop. Bloodflap and his gang's on a goddamn rampage, cutting down innocent civilians left and right in the name of those Calypso devils. You got to help me get some vengeance for Coop and all the others. Get yourself a vehicle and hunt those pricks down. Now, to draw out the Inquisitor himself, you're gonna have to take out his gang to really get him in the goods, in a bad way. Okay. So there we were, Coop and me, just doing our work. Megyünk gengetölni. Then these flaming COV nutjobs come popping up out of thin air saying they're looking for the Jacob's vault. And they start calling us all heretics and whatnot and just start murdering everybody. It's madness, pure madness. Well, among other things, I'm an expert at healing COV. Leave it to me. Well, that's good to hear. I'm sure Wainwright Jacobs will do right by you for helping us out. Most üldözni kell. That's the town of Reliance, or used to be. Home to our finest gunsmiths, central to our logging operations too. At least my father's not allowed to see us fall into those bandit devils. Kaboom! Yippee-yay, motherfucker! Oh. Hello? You dare defy the will of the Calypsos? This planet will be purged of heretics! Especially you, Vault Thief! Come and get me if you can! Oh, your friends like, slow down, Speedy! I'm eating the hoagie here! Do you have positive association with the word Skidmaw? Then it's time to drive! Tehát lehet jönni, nem gondoltam volna. Szia Csabi! Jó éjszakát! Én is lassan bealszok, de... még nyomni kell. Itt van egy claptrap darab. Valahol följebb. Akkor ez itt lesz fönn. Most meg lejjebb mutatja. Jó, hogy ennyire el van. Látni, hogy aha, szóval baromira nem erre kellett volna jönni. Oké. Okay. Imádom ezt a térképrendszert itt. Ja, de erre kellett
volna menni csak át a hídon. Ó, baszke. Jó. Előfordul. Megint nem jól fele jöttem, de akkor ott az... Szóval őt kell megölni. Még nehezebb tájékozódni, mint a többi térképen, de mi lenne, ha itt leugranánk, aztán valami lesz. Ennyi. Hát ha nem 10 FPS-sel kéne játszani. A sajátomat lőttem szét. Oké. Okay. I know our planet may not look like much, but Eden 6 is run by Jacobs. And Jacobs ain't like all that. Érdekes, hogy az a neve a bolygónak, hogy Eden 6, aztán nem tűnik egy nagyon Edennek. And they keep us from getting killed. Jacobs has stood for 300 years, and we can't let the old tree fall now. Things may look bad for us. A gyári Wardot. Strong, and we ain't gonna take this invasion lying down. I'll always remember what you did for Tulip Bulb. Oh, and hey, since you're on Eden 6, you might as well put this here Jacobs to good use. Tudod, hogy Jacobs a szucokat volna adni, az meg annyira nem tudom. Ja, Mondjuk ez nem rossz, tudsz. Na, akkor kijelöljük másik side mission-t. Lejövök egy új Verdát. És még ezt is megcsináljuk. Aha. Rövidítünk. Jumponikám. Érdekes egy melléküli, ez a töltsük ki a dolgokat. Oké, és Kempacsi, jó étvágyat. Jó étvágyat. Ui. Just go home, Slick.
nem volt neki jó. Nem a rámpára érkeztem. Na, hogyan akadj el? Ez legalább hamar tölt a boost. Ez fura boost. Itt többször kell lenyomni a boostot. Érdekes, első rátugrottam, csak nem a rámpára érkeztem. Szerintem erről az oldalról nem lehet átugratni. Csak a másikról. Majdnem jó volt. Kicsit trükkös. Az érkezéssel vannak gondok. Ajj, majdnem jó volt. Lehet, hogy nem kellett volna ennyit nyomni a boostot. Ott vagyok, fönn vagyok. Ja, hogy még itt menni kéne tovább. Ennyi. Igen, örülne neki? Szinteltünk. Hello. Nyílt új cucmuc. Ez mit tud? Jó, hogy egy nagyot lő. Gondolom. Kipróbálni ki lehet aztán. Megnézzük. Ja, hogy ez így egyet lő, aha. ez nem rossz, cucmuc. Ez amíg betölt, addig a többit kilövöm. Ezt majd kipróbáljuk. Pinyáta. Halló. Ott a luti. Halló. Malivanos lút. Hát elmegy. Hogy ez az enyém. Hát ez igazából Bernákhoz volt cucc. Jó, hogy ez már meg is van. Né. Na mindegy, ezt azért elviszem. Lilát azért még el lehet adni. Oké, akkor azt nézzük még meg, hogy van-e mellékküldi, de én nem látok, mármint felkiáltójeles mellékküldit.
úgyhogy ide fogunk menni. A főpüldire. Egyszerűbb erre el lehet menni. Szerintem ez lesz itt a nyerő. Bocs! Bocs, Dino, hogy mi volt az? You'll find the lodge at the peak. We'll fight these devils off best we can, but I suggest you hurry. Ja, ezen nincs fegyver. Kaptam. De mi ez az óriási robbanás utána? Tudom. Szevasz, Mikey. Hát jól, bizony. Eltűntél. Egy kicsit eltűntél. Nem rossz, nem rossz. A Soti mi mindig a best. Ó, oh, értem, Mikey. Hogy került ő előbb ide, mikor? My name is Wainwright Jacobs, but I'm afraid my name's all I have left. Those devils have taken everything else. Well, come on in. Help yourself to some firearms. I salvaged what I could from my father's personal collection, but he can't use them now. Those twin Calypso devils murdered him and took everything from me. And if you hadn't come along, I reckon I'd be in the mud too. I escaped with my life, but they captured my partner, Alistair Hammerlock. Those devils are holding him as leverage until I call for the Vault Keep.
A társa. Igen, Sir Hemlock a társa. That vault has been a family secret for generations. We didn't want our family. Ez ugye egy Jacob fegyver gyárnak a tulajdonosa jelenleg. Where there's a vault, there's always a war. But right now I've more pressing concerns than my family legacy. Alistair Hammerlock, love him alive. If they kill him, I got nothing left. Hammerlockról beszél. My father was still breathing. He'd tell me to march right up to those devils and negotiate with the smoking end of a Jacob's firearm. So that's exactly what we gonna do. See, that cult is holding Alistair in a prison called the Anvil. I already sent a team of mercenaries to break him out, but I ain't heard from them since. Rescue Alistair, and I'll get you that damn vault. Ki kell szabadítani Hammerlockot? Bár... Yeah, sure. Been a while since I worked a prison. Bár nem tudom most, hogy ez a Sir Hammerlocknak mi a keresztneve, mert lehet, hogy a testvére, aki a presszikőben van. He'll be near the prison's front gate. Find him and get Alistair out of there alive. De annak aztán nem ez volt a neve. I'll hold down the fort and protect what's left of my people. Good luck. Mi is volt a neve? Tököm se tudja, mi volt a neve. Now, I'm not worried a fagyasztós nőci. He's more of a mountain than a man and much angrier. But attention span ain't his strong suit. Fú, nem tudom, srácok, de én rohadtul elfáradtam most valahogy. Igazából nem nagyon van kedvem folytatni. Nem feltétlen mindig jó ötlet ez a két stream egymás után, tehát az igazság, hogy én lehet, hogy itt abba hagyom már, aztán inkább holnap majd folytatjuk, hát ha frissebb leszek, mert nem tudom, de úgy érzem, hogy elég volt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, lehet, hogy elmegyek, inkább pihenek. Aztán holnap folytatjuk. Most nem tudom, hogy a World of Tanks-el egybe kötve majd valahogy, de lehet, hogy akkor előbb abba hagyom a botot, vagy valami. Nem tudom, elfáradtam, srácok, sorry érte, de fárasztó nap volt, úgyhogy holnap folyt köv, jó? Úgyhogy holnap a terv szerint World of Tanks, és akkor utána megint Borderlands, ígérem, holnapra megpróbálok egy kicsit fittebb lenni, hogy többet tudjunk haladni. Azért haladtunk most is jócskán a sztoriba, úgyhogy az igazság, hogy a kíváncsiság hajtana tovább, de gyakorlatilag mindjárt bealszok. Tudom, hogy még csak 9 óra múlt, de ja, maradjunk annyiba, hogy fáradékonyabb vagyok most, mióta megint elkezdtem egy kicsit edzegetni, mert egyre nagyobb a humbár fejem, úgyhogy nekiálltam egy kicsit, úgyhogy most fáradékonyabb vagyok egy pöppet. Úgyhogy holnap jövök, aztán szerintem folytatjuk. Ha nem nagyon haladunk, mármint, hogy így nem megy a két stream, akkor viszont az lesz, hogy egyik nap ez, másik nap az, hogy első értékű streamet tudjak csinálni, hogy haladjak, mert érdekel a sztori, úgyhogy haladni szeretnék vele. Úgyhogy holnap, srácok, nyomjuk, meglátjuk, hogyan fogok alakulni a dolog, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, köszönök mindent, van Antika, neked is köszönöm a támogatásod, a többieknek is a követést, meg hogy itt voltak. Találkozunk holnap délután 5-től, vagy ha tudok, akkor kezdek egy picit előbb. Szép estét, szevasztok!